Szeretettel üdvözöllek az Élet valódi értékei kiállításon. Egy ilyen vers fogadja az ide látogatót, a lélekművész. És akkor megnézzük, hogy az élet valódi kiállításai mit mutat meg nekünk. Itt az első kép az élet természettudatossága. Az élet természettudatossága kép előtt állva azt tapasztaljuk, hogy megérint minket a kép, és megmutatja, mi az élet valódi természete, és azt érezzük, hogy aktívvá válunk belül teljesen. Ez azért van, mert a transzvervúció life freestyle-ban a spirituális tudomány által sikerült megnyilvánítani az élet természetét és annak mélységeit, és ez az, ami hat az emberre, hat a lélekre, hat az értelmünkre. Itt állva azt érzem, nagyon jó itt lenni, megértem, mi az élet, és azt is megértem, hogy az élet valódi természete az a biztos alap, ami a világban az élet háttere. Következő kép, szintén az élet valódi természete. Itt már azt érezzük, hogy stabilak vagyunk, ez már egy stabilitás, és határozott tudomás, határozott itt lét a világban, a természet határozott stabilitása, ami meghúzódik a természet mögött. A következő természettudatosság gyógyulás. Ezen képek számos alkalommal már bizonyították a
megrendelők visszajelzése alapján tudom ezt mondani, hogy az élet természettudatosságát aktiválja, és ez az aktivitás elönti a testet, ez az élettudatosság. Tehát valójában az egészséges élet természettudatossága az, ami áthat minket. És öröm van, és az élet felpesdülése, gondtalanság, és ez az, ami átjárja a testet és az értelmet. Következő kép, ez már átvisz. Azt lehet érzékelni, hogy húz a kép magához, húz befelé, és túlvisz az anyagon, túlvisz az anyag tudatosságán és tapasztalatán. És lehet is érzékelni, hogy valami történik, de már nem fizikálisan. Ez még inkább tovább visz az előző kép hatásán túlra. Itt érzékelhető, hogy az embernek egy kicsit kimegy az erő a lábából, de aztán van egy stabilitás, tehát van, ami stabil és van, ami nem változik. Magába húz a kép, túl minden felfoghatón, és azt érzékeljük, hogy valahová érkezünk, tehát egy olyan utazás történik, amiben nincs fizikai elmozdulás. Tehát itt valójában a tudat utazik, az, ami valójában vagyunk, és az érzékelődik, hogy valahová érkezünk, és az a következő képnek a hatása, ez pedig nem más, mint a mennyei érzékelés. Ennek a képnek azt a nevet is adhatnánk, hogy a mennyei kupola. És itt azt érzékelem, hogy hazaérkeztünk, otthon vagyok. Ez a valódi otthonom. Viszont innen egy függőleges dimenzió hatás van, lehet is érzékelni, hogy fölfelé fordul a figyelem, és el is indul egy utazás ebbe a függőleges dimenzióba, mert a mennyei tudatállapotban nincs vége az útnak. Következő kép. Virágos létezés. Jó itt lenni. És egy nagyon-nagyon tiszta állapot van. Mentes minden tudomástól, még a mennyei tudomástól is, még a mennyei tudatosságtól is. És itt a további út nem irány és nem dimenziók, tehát iránytalan, nincs iránya, mondhatnánk nullponti állapot. Tehát olyan elmozdulás, ahol nincs elmozdulás valójában, ez egy paradoxon. Következő kép. Ez egy kapu. És csend. Itt minden elcsendesül. Nincs tudomás. És feltárul a valódi élet. Tehát itt ez a kapu vezet az örök életbe. Következő kép, ahová vezet ez a kapu, az nem más, mint az Éden. Édeni ízek és tapasztalható ennek az íze és a finomsága, a nagyszerűsége. És az édenkert nem valahol van, nem egy fizikai hely, de nem is nem fizikai. Tehát mindenhol van. Áthat mindent. Az éden tudatosság. A következő kép már az isteni nemesség,
ez túl van az Édenen, de ez a túl van nem egy fizikai távolság. Ez az isteni nemesség, és megmutatja, hogy az életben is ott van ez. És már milyen messze járunk a világ élettől. Nagyon-nagyon messze. A következő, ez az isteni nagyszerűség. Itt már nincsen távolság, nincs az, hogy milyen messze vagyunk a világélettől, vagy a természettudatosságtól. És aztán van egy átjáró újra, és érzékelt, hogy magába szippant, szinte azonnal magába szippant, és visz a végtelenen túlra. Tehát ez maga a végtelen, és átvisz saját magán. A végtelenen túl az igazi van. Az igazi szerelem, az igazi nagyszerűség, vagy mondhatnánk a végső igazság, az életről a végső igazság, a szerelemről a végső igazság, a mindenen túl és a mindenek feletti. Tovább menve megint elérkezünk egy átjáróhoz. Ez visz a sötét anyagon túlra. És itt már nincs mit mondani. Nincs mit értelmezni. Nem kettő. Nincs kettősség. Hely nélküli helyre visz. A legfelső Úrhoz. És el is érkezünk itt a következő kép a legfelső Úr. És az ember fejet hajt, minden fejet hajt. A legmagasabb előtt. És jó itt lenni, itt maradni örökre. És ezen túl, a legfelső úron túl van a megnevezhetetlen. Ez egyszerre van is, és nincs. Van létezés, és nincs létezés. Van valóság, és nincs valóság. Megfoghatatlan, tapasztalhatatlan. Mindennek a forrása. Majd a kiállítás visszahoz a világba. Újra az isteni szerelem, az isteni nagyszerűség. Következő, megbékélés a világgal, megnyugvás. Teljes elfogadása a világnak, az élet öröme. Itt szintén van egy átjáró, ami a mennyeiből visszahoz, vagy mondhatnánk az Édenkertbe, és ezt tapasztalható, hogy itt előtt állunk, ez történik. Úgy történik, hogy túl van a tapasztalhatón, a felfoghatatlanon. Következő kép pedig már az ünnep.
A sokszínűség, a sokféleség egyfajta ital. Itt azt tapasztalta, hogy a lélek szívesen táncolna. Tehát egy tánc van. Öröm, fiesta, újjongás. És tele van finomsággal, lelki finomságokkal, lelki táplálékkal. Következő az Isten szerelem. Megmutatja a világban, honnan is indul a szerelem, honnan kellene igazából tapasztalni, tehát nem az embertől indul a szerelem, hanem Istentől. És ez a kép ezt mutatja meg, és ezt a hatást ébreszti fel, és ezt aktiválja. Ennek a képnek azt mondhatnánk, hogy az extázis. Az extázis öröme és élvezete. Majd jövünk vissza a világba. Itt már tapasztaljuk, hogy egy olyan közegbe kerülünk, itt értjük meg, és itt tapasztalható, mintha jártunk volna valahol, mintha egy nagy úton vettünk volna részt. És ez ember nem érti, hogy hogyan történhetett ez, hiszen nem mentem sehová ebből a teremből. Ez egy bölcsesség. Azt lehet tapasztalni, hogy ahogy végigjártam a kiállítást, bölcsesség. A bölcsesség útja, az élet bölcsesség útja. És ez teljesen visszahoz a világba a következő kép. Itt már megjelenik a természettudatosság tapasztalata. Újra a világban lenni, de már az élet örömét megértve az életet, és egy nagyszerűség. Értem az életet és elfogadom a világot olyannak, amilyen, hiszen teljesen rosszul értelmeztem eddig, és rosszul fogtam fel, hogy mi az élet lényege a világban. Következő három kép, a kezdet és a vég, ahol a kezdet, ott lesz a vég. Ha nézzük a három képet, ezt tapasztalhatjuk, nem tudjuk, hol kezdődik és hol ér véget a három képnek a mondani való és vezet is, teljesen vezet. Majd a tenger. Itt ennél a képnél azt tapasztalható, hogy megtisztulás van, mintha egy zuhanyban állnék, és fölülről ömlene a tiszta víz, a tisztaság át most teljesen. Majd a kettősség. Újra a világban kettősség, ami valójában nem kettő. És ez lelki egyensúlyt hoz, a lélek kiegyensúlyozottságát. Ez a teremtés megmutatja a teremtésnek a mienségét, hogyan is történik valójában, és ezt megértjük, anélkül, hogy bármilyen részletet el kellene gondolnunk. Következő a mesekép, az igazság, a gyermeki igazság, hogy minden igaz volt, minden. Igazak vagyunk, igaziak. És végül a pillangós képpel fejeződik be a kiállítás. Szabadság, szárnyalás, könnyed lét. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen a rövid bemutatón.
és örömmel vezettelek végig.